A három kismalac. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer három kismalac. Röfi, Töfi és Döfi. Egy nap az anyukájuk így szólt hozzájuk. Malackáim, mi már felnőttetek, itt az idő, hogy saját házat építsetek. El is indultak mindhárman, vígan dalolva járták a mezőt. De ahogy az erdő szélén sétálgattak, a sötét rengetegben meghallotta éneküket egy gonosz ordas farkas. Jaj, de finom falatok, ezekből jól belakok. Szondítok még egyet, de holnap malacot ebételek. Röfi, a legidősebb malac egyszer csak így szólt. Testvéreim, én itt már megállok, nádat szedek és házat formálok. Jól van, Röfi bátyánk, jó munkát kívánunk, aztán ha van időd, vendégségbe várunk. A többiek még el sem tűntek a láthatáron, Röfi már zsip-zsup nádat szedett és össze is tákolta a házát, aztán lefeküdt lustálkodni. Ment tovább a két kis malacka, amikor Töfi megszólalt. Testvérem, én is már megállok, fát vágok és házat eszkábálok. Jó van, Töfi bátyám, jó munkát neked is, aztán látogass meg, ha időd engedi. A faházépítés már nehezebb munka volt. Töfi kidöntötte a fát, fűrészelte, rakta a deszkát, el is fáradt rendesen, mire a faház kész lett. Közben Töfi is ment, mentegélt, majd egy szép tisztáson megállt. Tovább már én sem megyek, téglát égetek, ha nehéz is lesz, erős házat építek. A téglaház volt ám az igazi munka. A kis malac a téglát égette, cipelte, malterral szép kötésbe tette. Már alig-alig bírt a szusszal, de csak rakta és még mindig rakta, amíg egy takaros ház nem kerekedett belőle. A nagy munka végeztével ő is lepihent. A három kis malac még javában szundított, mikor az erdőben az ordas gyomra ismét hangosan korogni kezdte. Nem várt soká a farkas. Az első kis malac Röfinát házához ment és bekiáltott. Kis malac, engedj be, vagy én megyek be érted. Lerombolom a házad, és azonnal véget. Ordas, farkas, fekete, engem aztán nem kapsz be. Akkor is ebéd lesz belőled? Azzal a farkas jó nagy levegőt vett, és egy szuszra elfújta a nádházikót, mintha fel sem építették volna. De a malac fürgén kiugrott, és elszaladt a testvéréhez, hogy bekéreckedjen. A farkas éhen maradt, és kelletlenül továbbállt a második, fából készült házikóhoz, hogy ott is bekiabáljon. Hé, te malac, engedj be, vagy én megyek be érted. Lerombolom a házad, és azonnal véget. Ordas, farkas, fekete, engem aztán nem kapsz be. Akkor is ebéd lesz belőled. Azzal a farkas jó nagy levegőt vett, és fújt, aztán még egy nagy levegőt, és második szuszra elfújta a faházikút is. Csak pár deszka maradt a helyén, de Röfi és Töfi még időben kiugrottak hátul, szaladtak Döfihez. A farkas már azt se tudta, mit tegyen dühében, olyan éhes volt, hogy a fatörzsöt is majd megrágta, de azért csak elmenetelt az utolsó téglaházhoz, hogy bekiabáljon. Malac! Engedj be, vagy én megyek be, érted? Lerombolom a házad, és azonnal véget! Ordas, farkas, fekete, engem aztán nem kapsz be! Akkor is ebéd lesz belőled! A farkas most is jó nagy levegőt vett és fújt. Aztán még egy nagy levegőt vett és megint fújt. De hiába fújta és fújta, a téglaház meg sem mozdult. Rajtam aztán nem fogtok ki, okosabb vagyok a rókánál. Ki is találtam, hogy lesztek falatok a vacsorámnál. Azzal a létrát a háznak támaszva felmászott a tetőre, és azon nyomban beugrott a kéménybe. De hiába volt ám a nagy furfangja, mert a legkisebb malac tűzhelyén egy hatalmas üsben forrt a víz. Az ordas a kéményből egyenesen a forró vízbe csuppant, és ó, még a fájdalmasnál is fájdalmasabban égette meg a hátsóját. A farkas hanyat homlok menekült ki a kéményből, el a háztól, vissza a sötét erdő mélyére, és soha többé nem fájt a fog a malac húsra. Ordas, farkas, fekete, minket ugyan nem kapsz be! Azóta Röfi és Töfi is megépítették a saját kis téglaházikójukat, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Ha tetszett a malackaland, ne felejtsetek el feliratkozni, és nézzétek meg a többi gyerekmesét is!